mindenki szeretett az üdvözlök. Én nem viszont olyan őszavú, meg nem tudok olyan szépen beszélni, mint a Jasmina. Én a tettek embere vagyok, én nem a szavak ember. Először is egy bevezetőt csinálnánk. 5 évvel ezelőtt, amikor beléptem ebbe párba, akkor sokan azt mondták, hogy bolond vagy, egy magyar lakta faluban, ebben pártal te akarsz valamit elérni. 5 év után nekünk van a hajdújáráson 90 betagosodott tagunk, és egyre többen vagyunk, meg 150 aktivistán. És minden hétvégén dolgozunk. Ezek a munkák, amikről a Jasmina beszél, ez 2 éve folyik. Körülbelül 2 évvel ezelőtt indítottunk egy akciót, hogy a hajdújáráson magyaráson a szeméttelepet, kitakarítunk, mert az 30 év alatt csak egyre nagyobb és nagyobb volt. Mikor sikerült összeszedni rá a pénzeket, amikből kibírtuk takarítani, akkor is egyes személyek azt mondták, hogy ez rendezhetetlen, nem lehet megcsinálni. Mai nap elmennek a szeméttelephez, a szeméttelepen kamerák vannak, ki van világítva a szemétünk. Egy százal. Tehát ezt elértük az elmúlt másfél-két évben. A faluba olyan helyeken csináltunk meg világításokat, amik 20-30 évig, csak mint valakit álmodozni tudtak róla, mint amiről álmodoznak valamit, mint azt megcsináltuk. Elértük kemény munkával, köszönhetet mondok ezért a városi vezetőségnek, köszönhetet mondok a falu népének, akik egyre többen jönnek, csatlakoznak hozzánk, dolgoznak velünk. Minden hétvégén dolgozunk, minden hétvégén folynak a munkák, minden hétvégén segítünk valakinek, akinek nincs, adunk neki. Én nem mondom, hogy mennyit osztottunk szét, mert még sokkal többet szét fogunk osztani, és sokkal többet fogunk adni a népnek, amit csak bírunk, azt csinálunk. Most szeretném még valamit hozzátenni erről egészhez. Ezt a konferenciát azért is hoztuk egy kicsit létre, mert különböző média lapokban, újságokban, rádiókban megjelent olyan közlemény, hogy más csinálta ezeket a dolgokat. Én most azt mondom, hogy itt kijelentem. Nem a falu népjéhoz jelentsük ezt ki, hogy meg hajdújáráson, meg Bács-Kírnogáron, meg Noszán. Nagyon jól tudják, hogy ki csinálta ezeket a dolgokat, de szeretnénk, hogy a többi városokban, falvakban tudjanak róla, hogy mind csináltuk. Ott, ahol kisebbségben vagyunk, mert nem mind vezessük a falut. Mind, hogy kisebbségben vagyunk, de dolgozunk. És nem is keveset dolgozunk. Már otthon nem ismerem a konyhát, az ágyamat, hétközben egész héten dolgozunk, hétvégén meg az emberekkel ott vagyunk, az, ahova bírunk, megyünk, hogy segítünk. És ezt hajdújáráson nagyon tudják. Én nem is mondanák, azt hiszem, hogy a Jasmina az többi részét azt mind elmondta. Nekünk még vannak terveink, amik még folyamatban vannak, és ha az Isten is úgy segít, akkor el is fogjuk végezni. Ennyi. Én ennyit szerettem mondani. Ja bih imala samo jedno pitanje za gospodina, ako možete da pojasnite, nisam sigurna da sam dobro razumela, govorili ste o nekim problemima koji su datiraju još od pre 20 i od 30 godina. Da li je tu konkretno kada je reč o osvetljenju ulica, koliko je dugo star taj problem? Ne samo osvetljenje ulica, to je i divlja deponija je bila veliki problem mesne zajednice Hajduka. Znači 30 godina se tamo taložilo smeće, znači sa svih krajeva su donosili nama tu deponiju, znači to su razne smeće i mi smo to rešili da to očistimo. To je meni bila u prošloj kampanji, obećao sam narodu i što sam obećao to smo uspeli da ispunimo. Znači to je jedno bila. Ovo osvetljenje, znači na tim mestima gde, verujte mi, moje dete je tamo išlo u školu, znači uvek sam gledao, i danas ima puno dece koji idu u školu, idu 3 km, 2 km na tom
toj relaciji nije bilo osjetije. Znači, više puta se desila saobraćajna nesreća, više puta, znači, mi roditelji nismo znali kako će nam deca stići kući. Sad smo mi to sve ostvarili, zapravo učili u gradu Subotice, Srpsko nacionalne sajance i Subotici, Bogdanu Labanu i građanima koji nam uvek pomažu uz dan, dan tamo u mesnoj zajednici, koji dolaze i samo ne veruju šta mi rade. Znači, verujte mi. Znači, toliko ove stvari. Znači, treba da odete tamo malo, da pričate sa narodom. Ne trebam ja da vam pričam šta smo mi uradili. Trebaju novine neke da odu tamo. Ne da pričaju sa rukovodstvom, nego da pričaju sa narodom. Šta je odrađeno i ko je to uradio. Znači, onda ćete znati sve.